Radók Csaba fémipari vállalkozását 7 évvel ezelőtt nyitotta meg. Most érkezett el a pillanat az életében, amikor a vállalkozásának sikere érdekében jelentkezett a Vajdasági Mentor programba. Először jelentkeztem erre a programra, szeretnék új emberekkel megismerkedni, új kapcsolatokat szerezni, és tanácsokat ellátni a további sikeres vállalkozás fejlesztéshez. A mentori munka egy tiszteletbeli felelősség. A piacon már bizonyított cégek titkainak átadásával újabb, a vajdasági vállalkozói szférát erősítő munkahelyeket teremtő cégek válnak életképessé. Mondta Kozza Andor, szabadkai vállalkozó, aki mentorként vesz részt a programban. Tapasztalat lesz a legfontosabb, amit át tudunk adni, azt a tudást, amit az elmúlt pár évben megszereztünk, mint vállalkozók, hogy azt azokat átadjuk, hogy megpróbáljuk tanácsokkal ellátni a fiatal vállalkozókat, a mentorátjainkat, hogy berendezkedjenek erre az új helyzetre. A mentorprogram a Magyarországi Design Terminál szakmai segédletével valósul meg. A Vajdaság mindig példát mutatott a határon túli programokban, nekünk is. Elárulok egy titkot, amit még nem mondtam a Design Terminálra, hogyha jönnek hozzánk új kollégák, és ha egy ideje már ott vannak és tehetségesebbek, akkor el szoktuk őket hozni egy határon túli programra, hogy lássák meg, hogy milyen egy jól működő közösség. Az elmúlt ciklusokhoz képest a harmadik évadban megduplázódott a mentoráltak száma. Az idei évad egyik újdonsága, hogy az eddigiekben mentoráltként részt vettek, újra jelentkezhettek a programba. Bevezettük a kezdő és a haladó fokozatot bizonyos előadásoknál, hogy növeljük az érdeklődést és érdekesebbé tegyük a témákat. Mindenképpen lesz kulcsmentorunk az idei évtől, ez a mentorokat összefogó, a mentorokat mentoráló szerep, ez Ozsvár Tihomér piacvezető vállalkozás, tulajdonosunk és igazgatónk. A Vajdasági Mentor Program harmadik évadának nyitó rendezvényén ünnepi beszédet mondott Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Ha csak a legutóbbit nézzük, a 90-es éveknek a történéseit, hogy akkor milyen helyzetbe került ez az ország, és benne a vajdaság, és a vajdasági magyarok különösen, akkor, és a nehézségeket hogyan küzdötték le, és az elmúlt 30 évben, 20 évben, közel 30 évben milyen sikereket tudhatnak magukénak, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a nemzeti közösségünk sok szempontból példát tud mutatni az egész magyarságnak és a többi magyar nemzetrésznek. A most elkezdődött Vajdasági Mentorprogram harmadik évada előreláthatólag jövő év májusában zárul.